Székely Ferenc zenét kedvelő és értő családban született, 20 éves kora körül már ismert zongoraművész. Kolozsvárot tanít, majd Szemerédre költözik, később Pesten telepszik le. Elsősorban karmesterként tevékenykedik, de zongoraművészi pályafutását sem adja fel, és bármilyen területen is alkot, nagy szaktudása mindenütt kiemelkedő. Első operája a Báthori Mária 1840-ben kerül színre, ezzel pedig megszületik a Magyar Opera. 1844-ben bemutatják a Hunyadi Lászlót, és ugyanebben az évben írja meg a himnusz zenéjét. 17 év hallgatás után 1861-ben a Bánkbánnal lép a Nemzeti Színház közönsége elé. Alkotásai az olasz operatípus strukturális sajátosságaiból, a magyar verbunkorszene, illetve az úgynevezett népies műdal talajából táplálkoznak.